Sporttal folytatjuk. Jövőre ismét lehet magyar versenyző a világ leghíresebb és egyben legnehezebb vitorlás versenyén. A Vendée Globe elnevezésű földkerülő viadalon eddig egyedül Fan Andor képviselte a magyar színeket. A jövő évi verseny résztvevői között azonban várhatóan egy új honfitársunk neve is szerepel majd, aki már itt is van a stúdióban, Pál Pál elődi a szó. Pontosan, Vörös Szabolcsal beszélgetek a következő percekben, szervusz! Óceáni szólóvitorlázó honfitársunkkal. Hát jövő ilyenkor már zajlik a Vendée Globe, a földkerülő verseny. Nagyjából hol leszel ilyenkor, karácsony környékén? Karácsony környékén a dél-indiai óceánon, valahol szerintem a Jóreménységfok és a Kerguelen szigetek között. Hát lesz már mögötte több mint egy hónap vitorlázás, hiszen november 10-én kezdődik a Vendée Globe, ha jól tudom. Igen, november 10-én rajtol a verseny, jól mondott, közel több mint egy hónap lesz már mögöttem. De ahhoz, hogy ott lehessél a rajtnál, egy komoly kvalifikációs kritériumnak kellett megfelelni, mérföldeket kellett gyűjteni. Miből állt ez a feltételrendszer? Hát, ugye a versenyt 4 évente rendezik meg, és ugye ez alatt a 4 év alatt kell kvalifikálni. 40 résztvevőben limitálták ugye az indulók számát, és ebbe az 40-be kell bekerülni. Ennek a kvalifikációnak nincs vége, még két verseny van hátra, két transatlanti verseny, ahol mérföldeket lehet gyűjteni, de azért már ennek az oroszlán része mögöttünk van, és így a mezőny kezd kirajzolódni, és elég jó eséllyel ott leszek a jövő évi rajtnál. Minden esetre azért arról már írtak, cikkeztek így a világ sajtóban, hogy alakulóban van már a névsor a következő évi versenyre, és a neved az már ott szerepel, de hát itt többségben vannak a franciák, a nyugat-európaiak, én azt láttam, hogy igazából egy japán, egy kínai, meg te vagy, aki nem nyugat-európai. Igen, tehát ez zömmel tudni kell, hogy a franciák rendezik a versenyt, és ugye a mezőny nagy része az a franciákból tevődik össze, ez a szólóvitorlázás Franciaországban a legnépszerűbb, és ugye a franciák a legjobbak ebben a műfajban. Tehát mindenki más ugye próbálja tanulni a szakmát, sőt, aki nem francia, az is Franciaországban él. Hát igen, viszont nem csak a Vendée Globe-ból áll a világ, és vannak ezek a versenyek, amelyekkel készültél te is a nagy kihívásra, ami jövő évben lesz majd, és az egyike az a viadal, ami most ért véget múlt szerdán, értél célba Lorient-ban, Franciaországban, és hát a Martinique-szigetről, tehát a Karibi-térségből indultál, ez is már egy 3500 tengeri mérföldes kihívás volt. Ez a verseny hogy alakult? Ez a verseny, ez is egy idei kvalifikációs verseny volt, szintidőn belül sikerült teljesítenem, ez is egy nagy dolog, bár ugye tavalyi Rudderummal a kvalifikációm az már biztosítva volt. Azért a téli Észak-Atlanti óceán az mindig komoly kihívás, tehát itt az időjárási rendszerek, a frontok, a viharok jönnek, ez most se került el engem se, de ez egy nagyon jó edzés és egy nagyon jó felkészülés volt a jövő évi Vendée Globe-ra. De azért nem ment ez ennyire simán, én azt olvastam, hogy volt egy kis probléma, egy kis baleset még az elején, mi történt? Az elején talán a második nap, harmadik nap, én azt hiszem, hogy így utólag próbálom rekonstruálni az eseményeket, és valószínűleg egy bálnával ütközhettem, ami letört az egyik uszonyát a hajónak. Ugye ez cirkáláskor komoly problémát jelentett volna, illetve komoly fejtörést okozott nekem is, hogy a sérült uszonyt hogyan tudom eltávolítani a hajótól, mert az csak fékezett a továbbiakban, de szerencsére egy nap után magától letört, komolyabb további sérüléseket nem okozott a hajón. Úgyhogy... Hát akkor nagyjából majd, hogy nem 10 napig egy sérült hajóval vitorláztál be a célba, Lorient-ba, igaz? Hát mondhatjuk így is, de szerencsére olyan körülmények voltak, hogy ez a menet teljesítmény nem igazából befolyásolta. És a hajó egyébként most ezt leszámítva, hogy viselkedett? Én, ha jól tudom, akkor egy 2007-es építésű hajóról van szó, Új-Zélandon készítették, de átalakulásokon esett. Tehát mi az, amin változtattatok? Igen. Tehát ezt tudni, ez nem a legmodernebb technika, óriási fejlődés van itt ebben a hajóosztályban. Én, amikor fejlesztésekről beszélünk, akkor nekem inkább csak az, hogy a mai kornak megfelelő állapotba hozzuk a technikát, és megbízhatóvá tegyük a technikát. Ezt azt hiszem sikerült a fejlesztéseinkkel elérni, mert különösebb technikai probléma, tehát a balesetet, a sérülést, ugye az elkerülhetetlen mindenki számára, de egyéb technikai probléma nélkül sikerült teljesítenem ezt a versenyt.
úgyhogy mondhatjuk, jól sikerültek az átalakítások. És hát nem csak ezt a versenyt sikerült problémamentesen teljesíteni és szintidőn belül, hiszen 4 rangos nemzetközi versenyen szerepeltél ebben az évben. Erről készítettünk egy kisebb összeállítást, meg tudjuk mutatni a kedves nézőknek is, hogy mi minden kell ahhoz, hogy az ember eljusson a Vendée Globe-ig, ahová eddig csak Fanándor jutott el. Hát Fanándor neve ezen a falon is szerepel, ezen a táblázaton, hiszen vele együtt szerepeltél júliusban a Fastnet versenyen, majd volt ez a Défi Azimű, illetve a Transat Jacques Vabre novemberben, és a Retour à la Base, amiről most értél haza decemberben. Ezt az évet hogyan értékelnéd? Mindenképpen nagyon sikeres évnek értékelem, mert 100%-os a teljesítményem, hogy úgy mondjam, ami a befutásokat és ugye a kvalifikáció szempontjából lesz számít, tehát így kvalifikáció szempontjából 100%-ot sikerült teljesíteni. Ahogy látod, a versenyek nagy része az double-handed volt, illetve az utolsó verseny volt szóló verseny, és ezt is sikerrel abszolváltam. Mindenképpen egy óriási lépés a cél felé. És hát nagy lépés lesz a következő, hiszen majd ugye novemberben kezdődik a földkerülő szóló vitorlás versenyetek, a Vendée Globe, és hát ott az gyakorlatilag egy 10-szer olyan hosszú verseny lesz, mint ami most szerepeltél decemberben, megkerülöd a földet egyedül gyakorlatilag. Igen, egy szóló földkerülő, és ha nem is 10-szer, de egy 25.000 tengeri mérföld a 3500-hoz képest. Igen, ez egy jóval nagyobb kihívás, de a többiek is ugye ezekkel a rövidebb, úgymond transatlanti versenyekkel készülnek, hogy bízom benne, hogy számomra is ez a felkészülés elegendő lesz. És mi a fő kihívás azon túl, hogy sokkal hosszabb a verseny? Hát a technikát egyben tartani, ugye nagyon nehéz meghatározni azt a sebességet és azt az intenzitást, amit még biztonsággal lehet ilyen hosszú távon kezelni, és ehhez kell minél több tapasztalat és minél több mérföldet menni előtte, hogy az ember pontosan érezze, hogy meddig mehet. Hogy néz ki a terv a Vendée Globe-ig? Hát van addig még 11 hónap. Hogy alakítod ki a versenyprogramot, az edzéseket, a felkészülést? Hát 11 hónap, nagyon gyorsan el fog menni ez a 11 hónap, ahogy én már hazajöttem, bíztam benne, hogy lesz egy kis pihenő időm, de hát ezt hamar realizáltam, hogy nem sok, tehát január elején megyek vissza Franciaországba, akkor kivesszük a hajót, a szokásos karbantartás, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag elemeire szétszedjük megint és összetesszük, és jövő áprilisban 2 transatlanti verseny van, New Yorkba vitorlázom át és New Yorkból vissza, és onnan a nyáron megint ugye egy gyors karbantartás, az egy teljes szétszedése a hajónak, és utána minden szétszedés után kell egy bevitorlázás is, és újra összeállítani a technikát, hogy megbízhatóan működjön, és ott vagyunk november elején a Vendée Globe rajtjánál. Hát legyünk ott a Vendée Globe rajtjánál, addig még van azért egy kicsi idő. Hát jó szeleket kívánok, az kell ilyenkor, de még azelőtt kellemes ünnepeket. Köszönöm szépen, viszont!